Köszöntöm nézőinket, ismerős sorozatunk azon változatát látják újra, amelynek alcíme a képviselő is csak ember. Jelen esetben mondhatnám, hogy a képviselő asszony is csak ember. Igen, ez elég furcsán hangzik. Halmai Gábornét köszöntöm sok szeretettel. Hát Zsuzsa, én azt hiszem, hogy ez az ember azért a te esetedben persze idézőjelbe téve megállja a helyét, hiszen rengeteg az a feladat, ami kapcsán most mi látunk téged, ami kapcsán tájékoztatsz, és hát képviseled az érdekeket, de hát ugye ebben a műsorban nem szaladunk előre, itt a kezdeti lépések az, ami a kiinduló pont, hova köt téged a gyerekkor. Én Győrben születtem, szervusz, 1956. október végén, ami sokak számára egy különleges időszak, nekem is a születésem okán. Győrben akkor, mint ahogy sok városban, bizony féltek az emberek, bár nem voltak közvetlen atrocitások, de édesanyámnak közvetlen a szülés után haza kellett vinni a kórházból, amit motoron tett meg. Egyszer nagyon későbbi időszakban beszéltünk róla, hogy miért vagyok olyan fázos, és biztos, hogy azt mondta, mert ezen az október 31-én esett a hó, és ő is nagyon fázott, amikor vitt engem haza a kórházból, és biztosan én is. Csak már ebből a meséből emlékszem erre az időszakra. Egyébként ők úgy kerültek Győrbe, hogy felvidékről telepítették át a családot 47-ben, elsősorban Kaposvár mellé. Aztán ők azt élték meg, amit kevesen, és amit azért mondok el szívesen, mert nagyon érdekes, hogy ők áttelepítettként egy másik kitelepítésre váró család otthonába kerültek, nem akarták ezt, ők is ott hagyták a saját maguk gazdaságát, és sok fenyegetést kaptak, mert az a család ott maradt. Így el kellett jönniük, így kerültek Győrbe, azért is, mert onnan el akartak jönni, azért is, mert ott volt olyan ismerős, akinél meg lehetett húzni magukat átmenetileg, és mert édesapám ott talált állást. Viszont tagságos időszak volt ez, mégis maga a gyerekkor nagyon örömteli volt számomra. Szegény és különleges. Egy olyan helyen laktunk, ahol az elsők között épültek ezek a házak. Egy szovjet laktanya lerakata volt a közelben, csupán semmi más. Nagy kukoricatáblák mellettünk, és mindig azt éltem meg, hogy a szüleim nagyon sokat dolgoznak, nagyon szegények vagyunk, és mégis nagyon kiegyensúlyozottak, jókedvűek, és nagyon szeretnek minket, ez egy meghatározó élmény. Tehát lehet azt mondani, hogy a kis Zsuzsi nem érzett semmit abból, amit ugye már viszontagságos időként említettünk. Az általános iskola az hova köt téged? Még mindig Győrhöz. Ott abban a kerületben, ahol laktunk, jártam általános iskolába, ami talán izgalmas, hogy volt 2-3 olyan tanárom, a földrajztanár, elsősorban a rajztanár, osztályfőnököm, aki matematikát tanított, akik máig meghatározóak, mert nem csak a tantárgyokán, hanem mint emberek is különlegesek voltak. Valóban szerették a gyerekeket évközben is, de még nyáron is, ha netán olyankor találkoztunk velük. Volt pedagógus példaképen már abban az időben. Ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon ritka manapság, mondhatom talán így, és nem túlzok vele. Biztos, hogy ő is, és biztos, hogy a szülők is, de az is lehet, hogy teljesen egyedül döntötted azt, hogy az általános iskola után merre tovább. Hát igen, bár a szülők is befolyásoltak, mi hárman vagyunk testvérek, három élő testvér. Az első bátyám, ő meghalt a szülés után, lehet, hogy éppen azokban a nagyon rossz időszakokban. A nővérem a közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolába járt, pontosan 8 évvel fölöttem, és akkor azt mondták, hogy ez egy megbízható jó iskola, innen tovább lehet lépni, és ugyanabba az osztályba, ugyanabba a padba, és ugyanannál az osztályfőnöknél kezdtem meg a középiskolát, mindig úgy is szólítottak, hogy Gizi, így hívják a nővéremet. Hasonlítottatok is egymásra esetleg? Vagy talán csak... kicsit. De nem. Én másképp élem meg, de ők azt mondták, hogy igen. Tehát ez egy ilyen közös döntés volt. Tudtam, hogy a magam erejéből kell boldogulni. Talán ez volt az egyetlen, amit a szülők mindig mondtak, hogy ők megbíznak bennünk, szeretnek bennünket.
nagyon sokat ők anyagilag nem tudnak segíteni, ezért ők ezt adják útravalul, hogyha dolgozunk, ha tanulunk, akkor biztosan fogunk boldogulni, mint ahogy ők is rossz körülmények ellenére is végül is egy nagyon szép életet élnek a mai napig, amit örömmel mondok mindig. Hogyan emlékszel a középiskolás évekre? Ugye ez az az időszak, amikor már hát a kislányból nagyobbacska lány lesz, ilyenkor már sok minden, akár első szerelem, akár első nagy barátságok, a, nem tudom, az első buli, vagy nagyon sok minden jöhet ebben az időszakban. Te hogyan emlékszel? A mi osztályunk tiszta lányosztály volt, közgazdasági és kereskedelmi. Tehát az élményeim bár oda is kötnek, ott elsősorban inkább arra, hogy arról vannak emlékeim, hogy matematikát, statisztikát, közgazdaságtant tanultunk, amiből én a racionális dolgokat szerettem, a közérthetőeket. Én mindig is szerettem rejtvényt fejteni, problémát megoldani, de ami már ennek csak ilyen adminisztratív vonatkozása volt, azt nem nagyon. Úgyhogy az emlékeim csupa ilyenek, hogy hogyan próbáltuk meg azt, hogy minél kevesebb energiával oldjuk meg ezeket a hivatalos kötődéseket, ugyanakkor a többi tantárgyból pedig könnyen és jól tudtam teljesíteni, ami nagy örömömre szolgált. Egyébként az utolsó évben ez olyannyira sikerült, hogy amikor én a népművelés matematika szakot választottam, ezt az utolsó pillanatban döntöttem el már, mint a matematika részét, és nem tudott róla a tanárom, és akkor volt meglepve, amikor az összevont érettségi felvételén találkozott velem, és mondta is, hogy hát ezt nem kellett volna, hiszen lett volna előtte egy éves intenzív felkészülés, ami nekem akkor nagyon nem hiányzott, mert hogy valóban a barátságok azok, amik igazán emléket hagytak bennem ebből az időszakból. Amatőr színjátszó voltam az időtájt, és sportoltam, középtávfutó voltam, és tájékozódási futásban indultam el többször, és valóban megéltem azt abban az időben, egy kicsit még korábban is az úttörő időszakokban, nem szégyen ez, hogy fantasztikusan jó közösséghez tartozni, és közös erőpróbákban, vagy közös kikapcsolódásban, vagy közös munkálkodásban részt venni. Volt egy nagyon szép élményem, Sopronban volt egy ilyen országos tájékozódási futóverseny, ahonnan minden jöttek, középiskolások, főiskolások, híres emberek, és egy nagyon hosszú távon kellett elindulni. Az volt a szabály, hogy a minden csapattagnak be kell érnie, és én valahol a táv elején beleléptem egy rozsdásszögbe, ami hát nagyon kellemetlen volt, és tudtam, hogy végig kell menni a távon, mert különben az összes társamat is kizárják a versenyből. Egyrészt ez egy nagy erőfeszítés volt, hogy megcsináltam, másrészt pedig mindenki segített. Nagyon jó érzés volt, és ugyanez volt a színjátszásban. Nem voltunk mi világhírűek, de eljutottunk országos színjátszó találkozóra. Hát a Johanna volt az egyik nagy szerep, de emlékszem olyanra is, amikor mondjuk a Városház előtt álltam kinn, és Várnai Zsenit zavartam, ami így visszanézve úgy is mondhatnánk, hogy talán álságos, meg hogy milyen pátoszos dolgok voltak akkor, de én azt hiszem, hogy a mai időben is minden középiskolásnak meghatározó élménye kell, hogy legyen, hogy tartozik egy közösséghez, hogy időnként őket képviselve feláll, vagy kiáll, vagy megmutatja magát, vagy velük együtt dolgozik. Én azt hiszem, hogy mindenfajta közösségben való tevékenykedés ad egy pluszot, és az, hogy ez mennyire kívülről irányított, vagy mennyire szól rólunk, akik benne vagyunk, ez mindig a személyeken múlik, talán a vezetőn is. Zsuzsa, eddig tényleg csupa szépet és jót hallottunk, tehát tényleg érzi azt az ember, hogy jól teltek a kamasz, a gyermekévek, de hát ugye 18 éves kor, azt hiszem, hogy ez azért mindenki életében egy, mondhatni, hogy nagy vízválasztó, hiszen talán-talán leginkább lehet azt mondani, hogy ilyenkor dől el egy egész hosszú életszakasz sorsa, akár az, hogy az ember nem vállalja a továbbtanulást, akár az, hogy tovább tanulok, de akkor ezen és ezen a területen.
Nem tudom, van, aki ezt nagyon könnyen éli meg, van, aki hallottam olyat itt ebben a műsorban, aki akár egy racionális pálya vagy művész pálya között választott. Lehet, hogy te is gondolkodtál a színészeten, mégis hogyan indultál el ezután egyáltalán, hova kerültél a döntésed által? Amit biztosan tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, hogy közösségben szeretnék dolgozni, és azt is tudtam, mással is előfordul, hogy végig kiváló eredményeim voltak az általános iskolában, és a középiskola elején is, a vége az olyan közepesen zajlott. Elsősorban azért, mert fontosabb volt, hogy más közösségekkel együtt legyek. Oly és azt is tudtam, ez. Hogy éppen ezért olyan pályákra, ahol nagyon magas a felvételi pontszám, vagy olyan pályákra, ahol nagyon sok háttérsegítség kell, olvasás, könyvek, szülői segítség, én nem indulhatok el, mert ez nekünk nincs otthon nyáron, vagy nincs otthon. Nem probléma ez, de aki első generációs értelmiség, és mi sokan vagyunk ilyenek, azt hiszem ma, az tudja, hogy nem ugyanabból a kiinduló helyzetből startol el. Ezért én ezt tudatosan vállaltam, hogy mindenképpen szeretnék diplomát, olyan diplomát szeretnék, ahol emberekkel foglalkozom, ez vagy a pedagógia, vagy más közösségi forma. Akkor indult el a Pécsett a népművelés szak, és kettővel lehetett párosítani, matematikával és énekkel, mert összesen ezek voltak. És hát az éneket nem mertem megpróbálni, a matematika meg jól ment, és akkor a népművelés matematika szakpárosítás volt adva. Egyébként Csümegről egy országos színjátszótáborból mentem el felvételizni, erre is emlékszem, és arra is, hogy utolsó nap a Csümegi várba mentünk föl, és egy szem akkor használatos cipőmnek a sarka kitörött, úgyhogy kölcsön szandálba kellett mennem felvételizni. Nagyon izgalmas időszak volt, minden esetre sikerült, és talán azért, mert akkor indult ez a szak Pécsett, akik bennünket tanítottak, ők jó részt előtte nem csak pedagógusok voltak, hanem valamely szakmában jelesek. Például András Falvi Bertalan tanított nekünk néprajzot, Kígyós Sándor tanított nekünk esztétikát, aki ma nagyon jó nevű, sajnos már nem élő szobrász, művész, de közösségi embernek is fantasztikus volt. Senki János, aki az extra lapokat indította el később, ő volt a másik tanárom, Újvári Jenő, akire ma is szívesen emlékszem, aki utána múzeumokat is igazgatott. Nekik a tanítás mellett nagyon fontos volt az, hogy egészében lássuk a világot, és hogy egészében keressük meg az értékeket a művészetben, az emberekben, a tájban. Valami fajta ilyen harmóniára tanítottak bennünket, és megint csak azt mondom, hogy kellettek a példaképek. A tanszékvezetőnk mindannyiunknak azt mondta, hogy ti külön-külön alkalmasak vagytok megváltoztatni a világot. Hát ritkán mondják ezt az embernek, de én tényleg hiszek abban, hogy ezt egyszer mindenkinek hallania kell. Vagy a szüleitől, vagy valamelyik más pedagógustól. Zsuzsa, ugye Pécs itt van már a közelben. Hogyan jött Szekszárd? Hogy találtál rá erre a városra? Talán ő talált rám, pontosabban a férjem, aki szekszárdi. Nagyon tartalmas, gazdag élet volt Pécsett. Főiskolai egyetemi klubok, filmklubok, diszkók, rengeteg hely, ahol alkalom lett volna a találkozásra, ami mégis egy praktikus dolog kapcsán találkoztunk, az egyik évfolyamtársam költözött, és az új albérletében nem lehetett a szekrényt fölvinni a lépcsőházba, mert az szűk volt, és úgy kellett fölhúzni az utcáról. És ott álltunk hárman lányok tanácstalanul a szekrénnyel, és akkor egyiküknek eszünkbe jutott, hogy szembe laknak albérletbe pollákos fiúk. Na, közülük egyik volt a férjem, akik segítettek, aztán egyszer meghívtuk őket egy délután, már pontosan nem emlékszem, hogy mire, de nyilván megköszönni a segítséget. És igazándiból az volt a nagy találkozás, nagyon különleges, egy kicsit hasonlít annyiban
rám, vagy én hasonlítok rá, hogy mindketten szeretjük a játékot, szeretjük a világot megismerni, és az ő rajtót mindjárt az első pillanatban. Szerelem volt első látásra? Talán igen, abban az értelemben, hogy láttam, hogy ő különleges valamilyen szempontból, ami nekem nagyon tetszik. És aztán segítettük egymást abban, hogy ő kitartson, neki se volt olyan egyszerű az a főiskola, ő hamarabb hazajött, ösztöndíja volt ide Szekszárdra, akkor el kellett döntenünk, hogy visszatudjuk-e ezt fizetni, vagy nem, ez biztos volt, hogy nem. Akkor nekem kell ide jönni, és persze szempont volt az is, hogy hogy tudunk a szülőkhöz közel maradni. Az én két testvérem Győrben maradt a szüleimmel, ők sincsenek így egyedül, az ő testvére viszont Székesfehérváron él, tehát mi maradtunk az ő szüleivel egy városban. És olyan szempontból volt ez szerencsés, hogy itt egyből találtunk állást, segítettek persze sokan. Először pedagógus státuszom, majd a művelődési házba kezdtem, ami aztán tulajdonképpen 23 évig a munkahelyem volt, és még ma is kicsit úgy megyek be oda, mint hogyha ma is az lenne, igen. Sőt, vannak, akik felhívnak és érdeklődnek, hogy miért vagytok zárva. Tegnap is volt ilyen. Szerencsére tudom, hogy ilyenkor kit kell gyorsan fölhívni, vagy merre kell menni. Soha nem fog elmúlni ez a fajta kötődés a Babicshoz. És tényleg ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy téged mindenki a Babics által ismert meg Szekszáron, ez így természetes, de hát ugye most már teljesen más szerepkörben, országgyűlési képviselőként, alpolgármesterként, és ahogy az adás elején is utartam rá, sok mindent mondhatnék. Nem volt-e ez egy merész váltás? Emberekkel való foglalkozás, ez természetes, de én azt hiszem, hogy a Babics Művelődési Ház falain belül az mégiscsak egy másfajta dolog, mint a politika. Hogyan jött, mikor érezted azt, hogy ez egy neked való szintér, ez az a terület, amin tovább lépve ki szeretnéd magad próbálni? A politika, a közügyekkel való foglalkozás, meg az emberek közös érdekeinek a képviselete, elvben én mindig ezt csináltam. Gyakorlatban pedig azt kevesen tudják, hogy engem már 94-ben is megkerestek hivatalosan országos civil szervezettől is, de itt felmerült a Tolnatáji Szövetséggel, hogy induljunk el a választásokon. Csak akkor én még tényleg úgy gondoltam, hogy amit csinálok, azt nagyon szeretem, vannak még terveim, és azokat remélem meg is tudom valósítani. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy majd kiforja magát a politika, és a civilek csinálják a maguk dolgát, a politikusok pedig úgy szintén abban legyenek profik, amit fölvállaltak. Az elmúlt 13 év alatt az azért kiderült, hogy nagyon átpolitizálódott a világ, és az az utolsó 4-5 évre még inkább igaz. És én tulajdonképpen arra a hívásra figyeltem oda, ami arról szólt, hogy szükségünk van olyan emberekre is, akik nem elsősorban politikusok, hanem elsősorban a közéletben, a civil társadalomban, a szakmában is jelesek, vagy értenek hozzá, és ezt a véleményüket tudják bevinni a politikába. Tehát az én megkeresésem a 98-as választásban az MSZP részéről azért volt nagyon szimpatikus, mert nem azt kérdezték meg először, hogy akarok-e párttag lenni, hanem hogy akarok-e ilyen gondolatokkal, vagy ilyen fajta mentalitással a közéletbe újabb szint belevinni. Ez volt az, ami végül is megfogott, és nagyon őszintén mondom, mert ez egy beszélgetős műsor, hogy nagyon sok dolgot értünk el mi a Babicsban közösen, mindig közösen. De olyan váltásokra, új gazdasági megfontolásokra, további erőfeszítésekre volt szükség, amire úgy gondoltam, hogy a másik oldalról többet tudok segíteni. Tehát benne volt az is, hogy talán politikusként is tudom a szakmát egy kicsit tovább lendíteni, amire akkor nagyon nagy szükség volt, és én hiszem, hogy a mai napig is egyik fontos feladata a politikának azt, hogy szakpolitikusok dolgozzanak benne, akik nem mindenhez értenek, de a szakmát azt közelről ismerik. Zsuzsa, a férfi uralom van otthon, ugye a férjedről már beszéltünk, két fiad van,
érdekes egy ilyen felállás jelen esetben, gondolom, hiszen hát tulajdonképpen azt szokták mondani, hogy ugye a férfiak azok, akik a legtöbb törődést elvárják, azért egy lány sok mindenben besegíthet az édesanyjának. Itt bizony a fiúk magukra maradtak, hiszen hát te, mint tudjuk, nagyon elfoglalt vagy. Mégis úgy összességében mit lehet mondani, amikor együtt lehettek, amikor kikapcsolódtok, amikor van szabad idő, mivel telik? Én úgy fogalmaznék, hogy nem férfi uralom van, hanem barátság van, és mondjuk ez az alapja a dolognak, és annak is, hogy a munkamegosztás is úgy ki tudjon alakulni, hogy segítsük egymást. Vannak persze lelkiismeret furdalásai, minden nőnek vannak, amikor egy családban a férfiaknak is be kell segíteni a háztartásba. Dilemmáim is voltak, hogy megy-e ez majd nekik, de kiválóan megy, mindhármuknak, hozzáteszem. És azért is fontos, hogy lássák, hogy otthon is segítünk egymáson, viszont nagyon gyakran el kell mennünk otthonról közösen, hogy akkor tényleg ne csak a munkáról lehessen szó, hanem együtt tudjunk kikapcsolódni, hogy mondjuk akár egy esti tábortűz mellett az erdőben, vagy egy kerékpártúrán, vagy egy valamilyen magyarországi, vagy előfordult már, hogy külföldi úton is, tartósan tudjunk együtt lenni, és együtt tudjunk élményeket szerezni. Megint csak azt mondom, hogy biztos minden családban vannak konfliktusok. Nálunk szerencsére hangosak nincsenek, de nyilván aprók vannak. Hogy ezeken túl tudjuk magunkat tenni, hogy amikor több a távollét, mint az együttlét, akkor is tudjuk szeretni egymást igazán, ahhoz az kell, hogy legyenek közös élményeink. Ezek a közös élmények az alkalmak arra, amikor megbeszéljük a világot ott valamilyen apropóból egy múzeumban, vagy egy gyönyörű erdőben, és hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy nem csak a praktikus ügyekről szabad és kell beszélni, hanem arról is, hogy ki milyennek szereti a világot. Úgyhogy nálunk a kirándulások, a sport, a családlátogatások, hiszen szívesen megyünk Székesfehérvárra, Győrbe, azok mindig olyan alkalmak, amikor egy picit egymásra is többet tudunk figyelni. Zsuzsa, beszélgetésünk végéhez értünk tulajdonképpen, és meg kellene köszönnöm, hogy itt voltál, és hogy természetesen minden jót kívánjak, de nem tudom igazán, hogy mit kívánjak. Mit kívánjak neked? Azt hiszem, hogy az lenne jó, az nekem is jó, és mindenkinek, hogy az az út vezet a boldogság felé, hogyha az ember, amiért dolgozik, és amiért tisztességgel dolgozik, abban legyenek sikerélményei. És én itt a sikeren nem a politikai karriert értem, hanem hogy apró dolgokban is az embereknek, a családomnak tényleg tudjak segíteni. Ehhez az ő hozzájárulásuk is kell, azaz kívánj nekem jó kapcsolatokat, és ha ezek a későbbiekben is meglesznek, mint ahogy eddig voltak, akkor én hiszem, hogy eredmények is lesznek majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor jó kapcsolatokat kívánok neked. A nézőknek megköszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra, minden jót!